Én vagyok a szakma krémje, a krémese. Belém harap a néző, és azt mondja győző. Oh my Jesus. Boom. Virág, a történelmi... Hagyjam, ha lesz! Na jó, én így nem tudok vele tanulni, hogy nem engedi. Szeretném a történelmet szépen veled megbeszélni. Virág! 1848-tól 2013-ig zseniális tudásom van. Tudom kívül, hogy mi honfoglalás, hattyútava, minden történelem tudásból nagyon ott vagyok. Én, mint MC Zsolti, kijöttem ide Szerbiába, és el fogom készíteni a legnagyobb itteni kajájukat. Micsoda? A bebabcsinyát fogom elkészíteni. Még egyszer ismételd meg! A bebabcsinyát fogom milyen elkészíteni. Milyen bebabcsinya, more? Én úgy tudom, hogy itt az egyik része úgy hívja, hogy bebabcsinya, a másik része meg bebabcsinya. Én úgy tudom, hogy így hívjak, minden tájszóban van valami érdekesség. Egyik része így tudja, a másik része úgy tudja. De azt tudom, hogy nagyon finom kaja. Egy itteni kaja, ami zsolti módon lesz elkészítve. De nem bebabcsina. Hanem? Ismételjük meg. Csevapcsinya. Artikulálva. Igen, tessék, én megyek. Hogy kell kimondani? Csevapcsicsa. Csevapcsinya fogunk készíteni. De nem, a nyelvedet nyomj le. Ehhez még bodakot is fogunk sütni. Ismerik a bodakot? Igen. Tényleg? Tényleg ismerik a bodakot? Hát ezt most nem mondja a komolyan. Ezt nem mondja a komolyan. A cigán bodakot ismeri? Hát azt, hogy azt, de bodakot. Hogy csinálják maguk a bodakot? No? Akkor elmondom én, hogy mink hogy csináljuk. Mink lisztből csináljuk, szódabikarbonából csináljuk. Miből? Szódabikarbonából. Miből? Szódabikarbonából. Na more, te jó szakas lény, szódabikarbona. Azt akkor mi nekem kell összetakarítani? Hát álljon meg a menet. Álljon meg a menet. Nem vagyok én takarítónő. Egész nap meg vagy őrülve. Jézusom. Várj, itt alulról kell valami, ugye? Felhúzza. Debil! Normális! Hát basszus, eltörted a redőt, amit... Hozzám egy kis hagyba a gemben. Hát itt vaksz le. Tényleg igazad van, le kell venni. Várj egy picit. Emil! Leszakítottad! Emil! Van ma a levegő így, ennyi ma a kellett neked is, amúgy meg el volt ma romolva. Tulajdonképpen én történelemből kitűnő tanuló voltam, addig még meg nem buktattak, de hát nem... Betlehem Gabika! Nem. Betlehem Gábor! Nem Betlehem! Háj! Háj! Háj Gábor! Háj! Háj! Háj Gábor! Beautiful, beautiful. Háj beautiful Gábor! Érzem, hogy dúdolja már otthon, hogy... Tulajdonképpen slágert alkottam neki a fülébe. Sláger, slágerre gyártottam a mai nap folyamat. Ott leszek, mint történelem. Mint az igazmondó juhász. Oda. Hát az a Julio nem csak jó focista, meg csínos is, hanem mi milyen jó táncol, hogy milyen csípő mozgásai vannak, hogy egyszerűen elájult, abban a tiszta irigy vagyok, a méregben nem látok, Dick, hogy ez a Julio miket tud. Igen, hogy mi van ez a van? Na mi lesz akkor? Megyünk haza, mert normálisan megyünk, az is normálisan vezetem, mert fáj a fogam, nem fog, úgy fogunk utazni, hogy löcsögül, így. Hát akkor tudod, mit mondok neked te? Én voltam itt benne veled a dugóba mindené. Én voltam a dugóban benne, igen, akkor mit tudod? Magyarázol. Akkor itt a kulcs, azt vezessíte! Itt a kulcs, vezessíte! Na, ott van vezessíte! Mi van? Mi van te? Beesett a kulcs oda! Azt nem jött! Ezt nem tudod, elkapta a kulcsot! Na! Ennyi ma p***ba! Most ezért te tarkód te! Nézd már, mit csinált, hogy ma te vakány vagyja! Hogy már te vagány vagy, azt a mindenit, amely mindjárt szét elég, abban bajom, mert kiveszik a fogamot, szétíznének erre, te begomod a kulcsot, mert te vagány vagy. Te mindig ezt csinálod, mert ez már nem az, ne a fejedet fécsed, ne a fejedet fécsed, szedd ki a kulcsot! De miért tarkultattam? Akkor szedd ki a kulcsot! Ez a sallér, ez csattant olyat, hogy azt se tudtam, hogy most Pesten vagyok-e, vagy hol vagyok. Hát Zsolti, már megnézed interneten. Honnan van ez? Én valakit felhívom, valami tudakozósa. Van, de ne idegesítsél. Hát ebben a szervizsű labbok élek. Mondom, Zsolti, ne csinálom a labbok. Jó, te ezt egészségügyi napot vagy félre téve. Milyen félre? Ezt abba kéne hadni. Az valami jó pörköltetét. Elviszlek majd orvoshoz, megnézi az ágyadot. De az nem ad nekem pörköltet az orvos. Pörköltet. Na gyere, vegyünk valami kajamat nekem ma. Az a baj, hogyha valaki agyban nem dönti el a fogyókúrat, lehet akármilyen ember mellette, lehet személyedzője, lehet neki a jó Isten lefogyassza, nem lett. El kell dönteni az agyban, én tudom, 150 kiló volt, megettem volna egy disznót élve.
Zsolti, mennyi foglalja ott helyet, ott van? Jó, van, oké. Kész valamit? Igen, mentes vizet győző. Ma nincsen sör, mert engem utalom, hogy viszunk a sör, megalunk a kocsmába. A Berci kocsmájába. Mi, de nem, nem iszol semmit, mert mamától egészségesen ész, vagy hagylak itt a francba, megyünk tornázni. Tudod mi az, hogy zumba? Zumba? Mi, mit jelent az? Na majd megkipróbálom. A zumba az, hogy adnak 2 kiló húst, azt aki előbb megeszi, az a zumba győztes, aha. Fú, hát akkor gyerünk oda. Tényleg? Hát gyerünk oda. Megyünk majd ott, ülj le oda. Veszünk a kabotot, akkor megyünk. Hát először eszünk, te tiszta gyagyat. Hát azt mondhatok, 2 kiló húst adnak. Majd az után, az lesz a desszer. Ódalas nélkül, meg ilyen disznóhúsok nélkül nem tudnám elképzelni az életemet, meg ilyen, mint amit ő eszik, össze-vissza kajakot, ezeket a halas kolt, meg nem, mit tudom, miket eszik. Nem, én nekem a köröm kell, ódalas, meg a tarja. Hát győző, megmondom neked őszintén, én nem cserélnék veled. Ilyen, nem cserélnék veled, semmi pénzé. Na, hát hé. Nagy azt mondjad, hogy nem egészséges, nem finom. Egy íze van neki, Marian. Víz íze van. Milyen íze van? Víz. Vóktól mi van? Ez milyen halam úr? Harcsa, nagyon finom. Ez nálunk is van a patakban? He. A harcsa a patakba terem. Tehát akkor honnan van? Valami vízből van. Mikor a kertben lehet ilyet a halastóba? Egyéb ma, Mori, mert mamsóval tényleg lefarrasztasz-e. Hát, a pacal finomabb lett volna. Mm. Holnap már előkészítettek a finom kajakot, mert már csak 2 kell aludni, hogy kimondjuk azt, hogy oh my god, Merry Sister, Merry Christmas. Hello, bonjour. Bonjour. Kollega, D'Artagnan? Yeah. D'Artagnan, Portorus, Rododus. Nem láttátok? You speak English? Yes. Yes. Family, group. D'Artagnan? Yeah. Itt volt, bementem venni jegyet. Hol vannak? This is not English. Bemegyek, hogy megvásárolom a palotába a jegyeket, és jövök, és mindenki eltűnik. Hát hogy? Hogy lehet ilyet tenni, hogy nem várják meg a főnököt? Hello, you speak English? Yeah. Yeah. Brother, D'Artagnan, brother. Yeah. Emil, nincs foga neki, elő. Nincs neki foga. Zolika, big brother, looking. Rossz érzés így külföldön egyedül lenni, de én perfekt angol vagyok, most már 4 éve is. Tudtam azt, hogy el tudom intézni, hogy hol vannak ezek az idióta. You speak English? No. Italiano? No. Deutsch? No. Russian? My name is Gaspar Gyozo. Какой день сегодня? Среда. Митво? Среда. Brother? Как тебя зовут, brother? Меня зовут Брадер. Yes? No, yes. Eltűnt a testvére. Volt velük egy ember is. Fogatlan volt. Emilke. Nem értitek. Hello. Hello, please. Please. Hello. Hi, my name is Victoria. Ciao. Ciao. Sera? Era. Era. My name is Brother. Name is brother, eltűnt. Yeah. Eltűnt, a brother. It's your surname. You speak English? Yeah. I name is brother, where... Hogy engem ő leöntött kakaóval. Hát azért ez most már tényleg desszert. Lekvarral indított kakaóval zart. Ez nekem nem megy. Meg nekem jött seprővel, hogy ő megver engemet, a szerencsétlen gaj.
A gáj olyan, mint egy rossz gáj. Álljon már meg a menet. Te normális, hogy most vettem föl. Új ajtót kell venned! Bele, gyere már ide, be! Gyere már! Új ajtót kell venni ide! De mit csináltál? Te meg leöntötted Szilva lett várval! Leöntesz kakaóval, te normális vagy! Hol a feleséged? Magyarázd el neki, hogy milyen ütődött bolondura van neki, te! Te retkezik! Abba futsz le! Te engedj be, te! Engedj be! Engedj be! Engedj be! Faszta mindenit! Engedj be, te! Megtorkollak! Engedj be! Na nézd meg én! Faszta mindenit! Új ajtót kell venni, te! Hát új ajtót kell venni, te nem szégyeled magadot, te! Te! Hát te új ajtót kell venni! Mit gondolsz, te magadból? Engedjetek be! Én azt megbántam, hogy avval a seprő nyélen a fejét be kellett volna neki törni. Beszaladtunk volna vele a sürgőségére, az jó van. Nézd meg! Te meg valamire is lássalak egy darabig! Te fenyegetőzöl, te jössz hozzám, te szerencsétlen! Én hogy jövök hozzátok? A kakaós kalácsból, a kakaót így kellett kiönteni! Nem lesz kakaós kalács estére! Nem lesz kakaós kalács! Kakaós kalács! Na, azt akart főzni anyósom! Sütni akart! Azt mondja, én kentem össze a likvarral neki. Nem én voltam! Gézsé! Akkor ki volt a k***i kétszor? Gézből volt a rakló! Jó Isten, adjon meg! Mennyi felfürödjél! Nézd, mert lekakaózott engem! Valahogy kakálni kell! Ha nem kakaó, kakélni kellett volna, azt akkor nem szóltam! Nézd, vagy szépe! Tiszta izé vagy! Italiano! Én rád fújok, te szerencsétlen idióta! Én rád fújok! Na gyere, nem lesz kijönni, most fogjon, ahogy te!